Tiszteltel köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit, Háttér című műsorunkat látják. Magyarország több, mint gondolnád, ezzel a címmel rendezett nem olyan régen turisztikai konferenciát Milánóban, a milánói főkonzulátus. Miután a konferencia fő témája a termális gyógyfürdők, a balneoterápia, a turizmus és az építészet volt, majdnem természetes, hogy erre a konzultációra, erre a konferenciára meghívást kapott Hévíz városa is. Városunkat Papp Gábor polgármester és Kepli József János alpolgármester képviselte. Polgármester urat köszöntöm tisztelettel a stúdióban. Köszönöm. Hogyan kaptuk a meghívást? Hát talán ez annak köszönhető, hogy azért Hévíz város eredményei, illetve híre belföldön egyértelműen azt gondolom, hogy legmesszebb pozitívumokról beszélhetünk. És hát a külügyminisztériumban is, és a turizmus szakmában is azért elismert Hévíz városa, illetve az a tevékenység, amit belföldön és külföldön is végzünk. Így gyakorlatilag a külügyminisztérium kért föl bennünket arra, hogy vegyünk részt ezen a konferencián. Két város volt jelen, Hévíz és Debrecen. Debrec, illetve hát valamilyen módon Budapest is, de onnan kifejezetten csak az építészetről volt szó. Debrecennél pedig közel ugyanezen szakmáról, tehát a fürdőkultúráról tartottak eladást, de magában, mint város, mondhatom azt, hogy Hévíz jelent meg Magyarországot képviselve. Én úgy gondolom, hogy ez egy rang. Egyértelműen egy az, hogy most már ilyen konferenciákon és ilyen helyeken ránk gondolnak elsősorban. Mi pedig, még ha ezek nagy rohanással is járnak, hiszen gyakorlatilag egy két nap alatt vagy 48 óra alatt kell ezt megvalósítani kiutazással, ott tartózkodással és egyebekkel, de azt gondolom, hogy úgy, ahogy a korábbiakban is, minden ilyen lehetőséget megragadunk azért, hogy Hévíz városát meg tudjuk mutatni. Ugye itt szakmai szervezetek, újságírók, befektetők jelentek meg, és hát az eredményeink azért ennek is köszönhető, ugye mi úgy fogalmaztunk meg, hogy Hévíz város külkapcsolatai, ezekkel lehet erősíteni a személyes találkozókkal, és ezek kiváló alkalmak arra, hogy valami elkezdődjön. Nem ez volt az első eset, hogy Hévíz Nyugat-Európában meg tudott mutatkozni hasonló konferenciák, hasonló rendezvények keretében? Így van, nem csak Nyugat-Európában, hanem Kelet-Európában, és Nyugat-Európában is gyakorlatilag több helyen járunk, a sima marketing is, és olyan rendezvényeken így túl is, akár mondhatnám a skandináv országokat, vagy a balti országokat, ahol megjelenünk, Németországban rendszeresen megjelenünk, és keleten is, például Oroszországban is volt, hogy nagy konferenciára hívtak meg, ahol a magyar turizmusról, illetve Hévízről kellett beszélni. Mondom, ezek nagyon fontosak, mert valaminek vagy a folytatása, vagy tényleg a kezdete. Olaszország esetében azt gondolom, hogy egy kezdet, hiszen az olasz vendég éjszakaszámokat nézve Hévíz városában látjuk, hogy azért van hova bővülni, illetve azért azt is látjuk, hogy az olasz vendégeknek túlnyomó része az elsősorban a vadászati turizmushoz köthetően érkezik Zala megyébe, de Magyarországra is elsősorban. Tehát ez itt kevesebb. Így van, tehát az Hévíz ezt nem tudja nyújtani, úgyhogy meg kell mutatni magunkat, hiszen egy olyan országról beszélünk, ahol a nagy a kiutazó turizmus, amelyik nem nagy a távolság alapvetően, nyelvi nehézséget is le lehet küzdeni, azt gondolom, úgyhogy mindenképpen egy jó terep lehet, és mondom, egy indulás lehet ahhoz, hogy megismerjenek bennünket. Az induláshoz nyilván kell egy csomag, amit az ember magával visz egy ilyen ismerkedő kurzusra. Mi volt a csomagjukban? Gyakorlatilag megmutattuk először is Hévíz városát. Egy debreceni kolléganő, a ottani kórháznak az osztályvezető helyettese magáról, a magyar balneológiáról tartott előadást, tehát ilyen módon voltak áthallások a két előadás között, ami mi le is egyeztettünk előre. Tehát a gyógyászatról már nekünk kevesebbet kellett mondani. El tudtuk mondani azt természetesen, hogy a város egész évben működik, szállásférőhelyeket, lehetőségeket, programokat. És hát azért ilyenkor, mint ahogy ezen a konferencián is, itt például kamarai elnökkel tudtunk egyeztetni, illetve ott voltak, akik már ennek az előadásnak, illetve ennek az ismertetőnek a hatására befektetési szándék érkezik Magyarországra, és a következő útján már Hévíz is egy célpont lesz, tehát biztos, hogy el fog jönni Hévízre is, hiszen befektetés szállodaiparba, vagy akár kisebb üzletekre is lehet gondolni, és nem feledkezünk meg a reptér és a reptéri lehetőségekről. De egy ugyan ilyen fontos momentum volt, hogy Olaszország, Szicília egy nagy városának alpolgármestere
is ott tartózkodott, és ő partnereket keres, azért jött, hogy Magyarországon keressen szakembereket, hiszen van egy gyógyvízű forrásuk, amivel nem tudnak alapvetően mit kezdeni szakmai szempontból, sem orvos szakmai szempontból, sem építészeti szempontból, sem gazdasági, sem turisztikai szempontból. És hát ő azonnal megkeresett ott bennünket, le is ültünk, rövidebb ideig tárgyaltunk, és ebből is azt gondolom, hogy kisülhet valami, hiszen partner keres ahhoz, hogy ő ott fejlessze a saját területén, saját városában ezt a lehetőséget, de ebből egy hosszú távú kapcsolat is kialakulhat. Őket meghívtuk Hévízre, nézzék meg, hogy mit tudunk, miben vagyunk jók, és ha úgy gondolják, akkor kössünk majd üzletet. Két konkrét kapcsolatfelvételt említett polgármester úr. Egyáltalán ennek a konferenciának a nézettsége, a visszhangja, a sajtó részvétele, a szakember részvétele milyen volt? Tehát hogy könyvelhető el? Alapvetően egy körülbelül 100 főt hívott meg a konzulátus erre a konferenciára. Ilyen még nem volt, tehát ezt is tudni kell, hogy ez volt az első. A főkonzul asszony, hiszen a nagykövetség nincs Milánóban, a főkonzul asszony szervezte meg ezt az egészet. Elég új kollégái is vannak kint, akik turizmusban dolgoztak, vagy gazdaságban Magyarországon, és most éppen ott kint teljesítenek szolgálatot. Tehát ahogy mondtam, ez egy indulás volt a számukra is. Ahhoz viszonyítva azt gondolom, hogy egy jól sikerült konferenciáról beszélünk, hiszen sajtóképviselő is megjelentek. Nem véletlenül az NGM-ből, Nemzetgazdasági Miniszteremből Ruszinko Ádám államtitkár úr is részt vett a konferencián, és előadott a magyar turizmusról. Tehát azt gondolom, hogy meg tudtuk mutatni Magyarországot, meg tudtuk mutatni Hévízt, és a hozadéka pedig az lehet, amit mondtam, hogy elindulhat valami, és komoly érdeklődések voltak a konferencia utáni beszélgetésen, és azt is elmondhatom büszkén, a polgármester úr tartotta a prezentációt angol nyelven, amit természetesen fordítottak olaszra, akinek szüksége volt erre, hogy a hévízi prezentáció volt az, amelyik a legjobban sikerült, hiszen röviden, de velősen is megfelelő stílusban előadva, azt gondolom az ott lévő olasz sajtó és turisztikai szakemberek nek a kívánalmai szerint, illetve nagy tetszést nyilvánítottak ezzel kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy minden ilyesfajta konferencián azért elragadja a résztvevőket a lelkesedést, tehát akik például ott vannak hallgatóságként, vagy esetleges beruházóként, vagy nem tudom, turisztikai szakemberekként, halva abban a pillanatban azt a sok szépet, amit Hévíz el tud mondani, azonnal bejelentkeznek, hogy és akkor mi nagyon szívesen mennénk, és akkor mi nagyon szívesen csinálnánk ezt, meg azt, meg amazt. Meddig tart ki a lendület? Van-e arra nézvést valamilyen remény, hogy valóban ezek komoly remények-e, komoly kapcsolatok-e, vagy tényleg egy ilyen egyfajta lelkesültségből született hevületek? Ez már egy kicsit rajtunk is múlik, illetve mi most már bevett szokásként azt alkalmazunk, hogy gyakorlatilag, ahogy mondtam, mi hétfőn utaztunk ki Milánóba autóval, egy hosszabb utazás volt természetesen, kedden megtartottuk ezt a konferenciát, szerdán jöttünk is haza, ami azt jelenti, hogy csütörtök reggel azzal kezdődött a alpolgármester úr, illetve kollégáim munkája, hogy azokat a kontaktokat, akikkel névjegykártyát cseréltünk, vagy éppen beszéltünk olyan dolgokra, azoknak már válaszolgattunk is, hogy akkor tegnap előtt éppen arról beszéltünk, hogy amennyiben szeretné, hogy akkor ezek is ezek a teendők. Tehát természetesen vannak ezek a lendületben lévő emberek, akik persze ők azonnal akkor eljönnének Hévízre és megnéznék, hogy mi van itt, hát azért ez nem egészen így van. Tehát azért is válaszolunk rögtön, hogy aki ezt konkrétan gondolja, és akikkel beszéltünk, és azt már le tudjuk mérni, hogy ki az, akivel lehet adott esetben üzletet kötni, vagy bármi mást, azokat azonnal lereagáljuk. Erről általában már tájékoztatjuk adott esetben a főkonzulátust is ebben az esetben, hogy ki az, akik visszajeleztek, ki az, akikkel azt gondoljuk, hogy érdemes tárgyalni, és aztán elindul a folyamat tényleg valójában. Tehát azért szűrjük ilyen módon az ott résztvevőket és az ott bejelentkezőket elég rendesen. Maradnak azért még komoly jelentkezők. Kezdjünk el tanulni olaszul? Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes. Olyan helyről beszélünk Olaszországban, akinek vannak gyógyfürdői, vannak gyógyvizei, de ők is teljesen másképp hasznosítják ezt a dolgot. És hát egy olyan országról, egy olyan népről beszélünk, ahol most is azért önállók is a turizmussal azért vannak
különböző problémák, nem vagyunk egymásnak versenytársai, mert teljesen mást kínálunk, de én azt gondolom, hogy ebben van lehetőség. Abban biztos van lehetőség, hogy 1-2 ezer vendégészak a számmal, olasz vendégészak a számmal, bővítsük a hévízi vendégészak a számot. Nem véletlenül természetesen ilyenkor prospektusokat, ajándékokat, könyveket és egyebeket is viszünk ki, amiket ott szétoztunk, mindenkivel kedvesek vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezt így kell csinálni, hiszen ez eddig eredmények azt mutatják, hogy ez jó út, és meg kell ragadni az ilyen alkalmakat. Nem minden áron természetesen párhuzamosan azt kell látni, hogy mondjuk amikor mi Olaszországba tettük a dolgunkat alpolgármester ura, addig a TDM iroda vezetője éppen Skandináviából jött haza egy ugyanilyen turnéról, illetve a TDM iroda munkatársai pedig mondjuk Németországban, Hamburgba vettek részt hasonlón. Tehát megyünk mindenfelé, mert muszáj, és azt gondolom, hogy ezek generálják a számokat. Hírünk a nagyvilágban terjed, és színesedik a paletta itt Hévízen. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és további sikereket a következő konferenciákhoz. Köszönöm szépen.